Sziasztok! A mostani videóban egy nagy kockás horgolt mintát fogok nektek megmutatni, amely nagyon szép ágytakarónak, párnahúzatnak, akár váltáskának is. Sárgával fogunk kezdeni, varázskörrel. Én ezt előre elkészítettem. A varázskörbe készítünk 16 darab hamis pálcát. Majd miután ezzel megvagyunk, érdemes a fonalat, mert 5 darab fonál kell hozzá, 5 különböző szín, amit itt látjátok. Érdemes a fonalat mindig a bal oldalatokra ledobni, hogy ne gabajodjatok bele, mert ugye elég sok lesz benne. Fonalváltás fog történni. Átváltok a fehérre a szokásos módon, összekötözöm. És miután összekötöztem, utána már majd le lehet vágni. De én nem vágom le, méghozzá azért, mert úgy talán a végén könnyebb lesz eldolgozni. Meg vagyok, és most pedig azt fogom csinálni, hogy az első, itt az összekötés alatti rögtön első lukba belecsatlakozom egy csúsztatott pálcával. Ide fogom elkészíteni az első szírmomat. Ez úgy fog történni, hogy hurkolok egyet a horgolótűre, belecsúsztatom a lukba, áthúzom, és utána pedig, még egyszer, belehurkolok, áthúzom, jó magasan föl, amennyire csak engedi, ugye megint ilyen 15 fokos szögbe, majd megint belehurkolok, áthúzom, ugyanúgy mellé rakom, belehurkolok, áthúzom, és ezt a hármat így összecsúsztatom. Majd fölé teszek egy darab hurkot. Ez lesz a virágnak az első szírma. Utána kihagyok egy lukat, és a mellette lévőbe elkészítem a második szírmot. Belecsúsztatom, áthúzom. Belecsúsztatom, áthúzom, és újra belecsúsztatom, és áthúzom. És majd az egészen készítek egy hurkot fölé, kettőt, és hármat. Megint kihagyok itt lent egyet, a mellette lévőben jön a következő szírom. Bele, áthúzom, belecsúsztatom, áthúzom, belecsúsztatom, áthúzom, és most megint egy darab hurok lesz csak. Kihagyok egyet, a mellette lévőben megint, bele, áthúzom, belecsúsztatok, áthúzom, belecsúsztatok, áthúzom. Jó, és most jön egy, kettő, három hurok. Megint kihagyok egyet, mellette lévőbe, belecsúsztatom, áthúzom, belecsúsztatom, áthúzom, belecsúsztatom, áthúzom. Megint az egészen, és most megint csak egy hurok jön. Egyet kihagyok, mellette lévőbe, belecsúsztatom, áthúzom, áthúzom, és megint az összesen, és egy, kettő, három hurok. Majd ismét kihagyok egyet, a mellette lévőbe megint jön egy szírom, áthúzom az egészen, és egy hurok, és az utolsónál egy, kettő, három, áthúzom, egy hurok, kettő hurok, három hurok, és összekapcsolom. Az első sziromnak a tetején lévő legfelső hurokba fogok rácsatlakozni csúsztatott pálcával. Így, és így. És így kész van az első virágom. Ezt is félredobom, most jön a zöld színű. Megint fonalváltás történik. Így, átcsúsztatom. Egy-kettő rákötöm. És ide, ebbe a sarokba
Rögtön elkészítem az első pálcámat. Nem, bocsánat, rosszul mondom, ebbe az első sarokba. Becsatlakozom, ide, egy, kettő, és innentől kezdve a sima nagy kocka alapja érvényesül, három pálcákat fogok készíteni, és közte nem teszek semmi toldást, egyszerűen csak egymás után csinálom őket, a sarok részekre viszont ugyanúgy elkészítem a három pálcát. Ugye ide most szimpla volt, itt nincsen emelés, és ide ez a sarok, egy, kettő, három, megvan az első hármasom, és utána készítek egy, kettő, három darab pálcát, majd megint jön egy, kettő, és három. És most ugye ez volt a sarok, itt a sima rész, most megint jön egy sima rész, ide a kettő közé. Itt jól látszik, ahol sima rész van, ott szorosan egymás mellett állnak. A sarok résznél pedig aránylag egész nagy lukak vannak, ezért jól lehet látni, hogy hova melyik kerül. Egy, kettő, három. Ez volt a sima. Akkor most megint jön a sarok. Egy, kettő, három, és emelek hármat. Egy, kettő és három pálcát, majd egy, kettő, három pálca. Kettő közé sima, egy, kettő, három, és megint a sarok. Egy, kettő, három, és emelek három láncemet, majd megint egy, kettő, három, kettő közé sima három láncem, egy, kettő, három, és ide megint jön a páros. Egy, kettő, három, emelek három láncemet, kettő, három, és az utolsó hármas pálcánk. Egy, kettő, három, és most pedig láncszem nélkül egy sima kúszó szemmel, ide rögtön az első szemmel összekötöm a kettőt kúszóval. Most pedig ide kúszok ebbe a sarokba, hogy tovább tudjam majd folytatni a mintámat. Jövök sima, egyszerű kúszó szemekkel. Jó, ide értem a sarokba, most már ugye megformálódott négyzet alakra a mintám, és most újabb fonalváltás történik. Belecsúsztatom, összekötöm, és mivel ez egy sarokrész, ezért csak fél oldallal fogunk kezdeni, emelek felfelé kettőt, majd ide készítek még kettő darab pálcát. Kettő. És ez lesz az egyik oldalam. És megyek tovább. Ide jön három pálca. Egy. Kettő. Három. Majd megint három pálca. Egy. Kettő. Három. És a sarokba jön megint a páros. Egy. Kettő, három, hármat emelek, egy, kettő, három, és megint egy, kettő, három, megint jön egy sima, egy, kettő,
és megint egy sima. Egy, kettő, három. A sarokba megint egy fél. Egy, kettő, három. És most, mielőtt még megfordítanám, emelek egy, kettő, három darab láncemet, fordítok rajta egyet, és megyek visszafelé. Egy, kettő, három, következőbe, egy, kettő, kettő, három, még egyel arrébb, egy, kettő, három, majd jön a pár, ide is. Három, három darab láncem, egy, kettő, három, egy, kettő, három, jön a következő, egy, kettő, három, egy, kettő, három, és az utolsó, kettő, három, ide a sarokba pedig készítek egy ráhajtásos pálcát, ide föl a sarokba, és egy, kettő, meg vagyok a második sorral, most így néz már ki a munkadarabom, és most pedig megint fonalváltás fog történni, most újra színváltás következik, újra, vagyis most világos kékkel fogunk dolgozni, készítek egy, kettő, három darab emelést, és végül a megfordítva ide kettő darab egyrehajtásos percet teszek, egy, kettő, és a többivel ugyanúgy haladok tovább, ahogy eddig. Egy, kettő, három, ide megint, egy, kettő, három, ide is, egy, kettő, három, egy, kettő, három, emelek hármat, egy, kettő, három, és megint jön, egy, kettő, három, következő lukba, egy, kettő, három, megint, egy, kettő, három, következő, egy, kettő, három, és ide szélre megint, egy, kettő, és három, és mielőtt megfordulnék, előtte emelek megint, hármat, egy, kettő, három, fordítok, és megint jön a lukba. Egy, kettő, három, megint egy, kettő, három, egy, három, egy, kettő, három, és jön a szél. Egy, kettő, három, hármat emelek,
Egy, kettő, három, és a befejező rész a kékből. Egy, kettő, három, egy, kettő, három, megint egy darab egyrehajtásos pálcát teszek ide a sarokba. Ha sikerül, ez az. Egy, kettő. Meg vagyok a kékkel is. Így néz ki. És most pedig a fehér fog következni. Meg vagyok a kékkel is. És most megint fonalváltás fog történni. Összekötöm. És három pálca, egy, kettő, három, vagyis három láncem, és ide az elsőbe rögtön elkészítem az első kettőt. Kettő, és megyek tovább. Most már ez már csak a szegély lesz. Kettő, három, jön a következő. Egy, kettő, három, még egy, kettő, három, jön a következő, és teljesen körbe megyek, ugyanúgy, mint a normál eredeti nagy kockás mintával. Sarokba dupla. Három emelés. Ide jön a pár. Három, így, és jövök tovább. Jön a következő. És a következő. Kettő, három, és jön a sarok rész. Egy, kettő, három, hármat emelek. Egy, kettő, három, és most itt ez a rész lesz érdekes, mert itt ugye mindig volt három darab egyrehajtás, vagy három darab láncemünk, és itt ugyanúgy kialakult, mint hogyha a nagy kockát csináltuk volna, ezért azokba a lukakba folytatom a nagy kockának a mintáját. Következő lukba. És itt pedig visszaértem a zöldhöz, ahol alapjáraton is ugye megvolt már a nagy kocka minta. Kettő, három, következő. Egy, kettő, három, még egy, kettő,
3, emelek 3-at, és megint 1, 2, 3, kihagyok, 1, 2, 3, és megyek tovább, 1, 2, 3, ide is átértem a túloldalra, ugyebár itt is ugyanúgy megvan a két luk. Ja igen, először ide jön egy. Egy. Kettő. Három. Majd a mellette lévőbe. Egy. Kettő. Három. És próbálom úgy csinálni, hogy ezek a fonalak, amiket már itt levágtam, ezek ide hátra beszúródjanak, mert ezeket majd le fogom vágni, de majd a végén ezeket mindet át fogom húzni itt alatta a horgolótűvel, hogy teljes mértékben alatta legyen, és ezzel így teljesen levédi. És most pedig visszaértem a sarok részbe, ahol csak egy darabot készítek, egy, kettő, három, és jön három darab pálca, vagyis láncem, 1, 2, 3, és összekötöm a kezdeti egyráhajtásos pálca tetején lévő láncemmel, csúszószemmel. És így kész van a mintám. Ez lett ugyanaz, mint a többinél. Levágom őket. Először a kéket, majd a fehéret, és végül az összevarrásnál, mint ahogy ide már én kikészítettem nektek, látható, hogy úgy kell összevarni, hogy lefelé legyenek a virágok, és ezzel egy nagyon szép kis terítőt lehet készíteni. Remélem érthető volt a videó. Köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek a videót, és sok sikert kívánok az elkészítésben. További szép napot, sziasztok!